Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A múltkori élőadás után érkezett a kérdés, hogy meg lehetne tekinteni az eseményt külső nézetből is. Ugye a Vámosi Ferenc féle állóhajtóműves kényszerleszállást szimuláltam le, már amennyire a jelenlegi szoftverek ugye ezt engedik, és én akkor egyből rávágtam a választ, hogy természetesen, sőt hamarosan ki fog kerülni a felvétel a YouTube csatornára is. Viszont a felvételt a gépen valamiért nem rögzítette, úgyhogy lerepültem még egy ilyen eseményt. Nyilván ugye itt az értékek, picikét a magasság értékek kicsit el fognak térni, később vagy hamarabb fogok fordulni a múltkori adáshoz képest, viszont az elv az ugyanaz. Ennek a módszernek, az ellenőrzött magasság módszerének a számítását ismertetni fogom most is, és amit most jelenleg láttok, az nem más, mint a magasság gyűjtés, illetve annak megtartása a pálya közelében, illetve arra várunk továbbá, hogy az üzemanyag kifogjon a gépből. Az állóhajtóműves kényszerleszállást az ellenőrzött magasság módszerével akkor lehet végrehajtani, hogyha a felhő alap legalább 2500 méter, ez most biztosított a szimulációs arány, illetve abban az esetben, ha a távoli irányadó állomás felett, ami a pálya végétől 4 km-re kerül elhelyezésre, ha ezen állomás felett legalább 5000 méteren át tudunk haladni. Megnézzük jelenleg, milyen magasan repülünk. 11500 méter a magasságunk körülbelül, és műszer szerint 500 km per órával repülünk, az üzemanyag az pedig, hát 200 liter körülbelül. Ez hamarosan ki fog fogyni, és abban az esetben, ha a kerozin kifogy a repülőből, akkor kettő dolgom lesz. Az egyik az az, hogy a gépet leszálló irányhoz közeli irányba tereljem, illetve, hogy biztosítsak egy olyan siklást, amely 500 km per óra, amellyel a repülő 500 km per órás sebességet el fog érni. A könyvek szerint 480, kötőjel 500 km per órás sebességet kell tartani ahhoz, hogy a hajtóműnek legyen egy olyan önpörgése, amellyel a hidraulika rendszerben még elegendő nyomás van ahhoz, hogy a gépet kormányozni tudjuk. Amennyiben a főrendszerben a hidraulika nyomás lecsökkenne 160 atmoszfér alá, úgy az MP27T nevű vészivattyú állomás rá fog dolgozni, és megemeli a nyomást 195 atmoszférára, de ezt is csak 30 percig tudja biztosítani. A kerozin hamarosan ki fog fogyni, ekkor a gép egy eléggé meredek süllyedésbe fog kezdeni, viszont az a tévhit, hogy minden repülő lezuhan, amikor kifogy az üzemanyag, vagy éppen a hajtómű leáll, az nem igaz. Bizonyos paraméterek megléte esetén a kényszerleszállást igenis végre lehet hajtani, pontosabban meg lehet kísérelni. Nem minden esetben, de hogyha a körülmények adottak, akkor meg lehet kísérelni. Hamarosan kifogy az üzemanyag. Hát ez ebben a pillanatban meg is történt, és látjátok, hogy engedem le a gép orrát. Nagyon más választásom nincs is egyébként. És próbálom egy jobb, majd bal fordulóval leszálló irányhoz közel irányba terelni a gépet úgy, hogy azért egy 500 km per órás sebességem műszer szerinti sebességem meglegyen. Vissza fogok váltani belső nézetre, miután valamennyire irányba pofoztam a gépet, ugyanis meg kell jegyezni azt a magasságot, amelyen a távoli irányadó fölött elhaladunk. Ugyanis ez a magasság lesz a számításunk kiinduló alapja, amit az első forduló alkalmával ismertetni fogok. Nos, üljünk vissza a gépbe. És amikor a gépet egy elfogadható irányba tereltem, akkor folytatom a süllyedést, és abban az esetben, amikor az ARK-nak a tűje, ez a tű, egy 30-40 fokot ki fog billenni valamelyik irányba, akkor azt a magasságot
a magasságmérő műszerén meg kell jegyezni. Most 8400 méteren voltunk, 30-as varióval süllyedünk, és megy kifele a tű, rendben. Jegyezzük meg a magasságot, 8000 méteren vagyunk, kezdődik az első forduló. 45-50 fokos bedöntéssel végezzük a fordulót, 180 fokot fogunk elfordulni. Ha ezt befejeztük, akkor ugye a leszálló irányjal ellentétes irányra fogunk kerülni. Számoljuk ki az úgynevezett ellenőrzött magasságot, vagy kontroll magasságot. Az előbb leolvasott 8000 métert elosztjuk kettővel, az 4000 plusz hozzáadó 800-at, 4800 métert kapunk. Ez a 4800 méteres magasság, ott van közben a pálya alattunk, ez a 4800 méteres magasság fogja jelenteni azt a magasságot, amelyen a könyvek szerint a harmadik fordulót el kell majd kezdeni. Amikor a gép beáll irányba, akkor finom mozdulattal vízszintesbe teszem a szárnyakat, kinézek, ott van a pálya alattunk. 5500 méteren vagyunk most, és azt éreztem most is, úgy mint a múltkori eset alkalmával, hogy nagyon korai lehet az a 4800 méteres forduló, bezuhannék a pályára, úgyhogy ez esetben is improvizálni kellett. Ki is tekintek, hogy lássátok, hogy 4800 méter nagyon korai lenne, úgyhogy folytatom a süllyedést. Improvizálni kellett, és a gépet hagytam tovább süllyedni, és 4000 méteren kezdtem meg a fordulót a pálya fele. A sokak által emlegetett 50-es varió az nagyon sok esetben megállja a helyét, viszont itt a sebesség sokkal fontosabb, mint hogy a varióhoz, tehát ugye a süllyedés mértékéhez ragaszkodjunk, hiszen egyszer a gépet picit feljebb kell húzni, egyszer lejjebb kell tolni, és visszaváltok külső nézetre, megkezdem a bal fordulót. 45-50 fokos benőtéssel a pálya mögöttünk van. Figyelek a sebességre, hogy 500 km per óra meglegyen. Amikor elfordultam 90 fokot, akkor az úgynevezett rövid falra kerülök. A szárnyakat egy rövid ideig vízszintesbe teszem, majd folytatom az utolsó balfordulót szintén 45-50 fokos bedöntéssel. Sebességre figyelünk, és a gépet megpróbáljuk pályatengelybe tenni. Közben állítok a kamerán, hogy jobban lehessen látni, hogy hol járunk. Kicsit balra, kicsit jobbra. A pálya ott van előttünk, és 2000 méteren vészeljárással nyitni kell a futókat. Orrfutó jön, majd a főfutók is. Nincsen törzsféklap, nincsen fékszárny. És ez egy következő olyan pont a futóknak a nyitása, ahol a pilóta szubjektíven dönt. Ha azt érzékel, hogy nagyon magasan van bezuhanna a pályára, akkor nyithatja hamarabb is a futókat. Ha pedig azt érzi esetleg, hogy kicsit még engedni kéne a gépet a pálya fele, akkor később engedi, hiszen a futók is ugye fékezik a gépet. Volt egy olyan pont egyébként itt a besiklás során, mikor azt éreztem, hogy kicsikét necces lehet a bejövetel, tehát hogy mondjuk egy ilyen 10-20 méterrel a beton előtt a fűre fogom letenni a gépet, nem tört volna össze. Végül láttam, hogy rendben lesznek az értékek, úgyhogy meg voltam igazából győződve arról, hogy végül a beton elején, de mégis a betonon fogunk földet érni. Alattunk a közeli irányadóállomás, röviden kira, szépen, finom mozdulattal próbálom a gépet emelni, kilebegtetni,
a küszöböt megcélozva azt szépen földre tenni, és leadja a gép az orrát, lenyomom a gép orrát, fékezek, ernyőt most nem nyitok, mert hosszú a pálya, egyébként is a pálya elejére érkeztünk, volt bőven hely. Nos, hát ez lett volna egy újabb állóhajtóműves leszállás. Éreztétek a hangomon, hogy most már sokkal nyugodtabban kommentáltam az egészet. Ugye könnyebb is volt ugye egy már lerepült eseményt így újra elmondani. Viszont a múltkori előadásban éreztétek a hangomon, hogy bőven bennem volt az izgalom. Látható egyébként a mai felvételből is, hogy azért van néhány szubjektív elem az állóhajtóműves leszállásban, és pont ezért volt az az előírás is, hogy állóhajtóművel kényszerleszállást csak azon személyzet hajtatott végre, amely ezt előzőleg már gyakorolta. Viszont azok az értékek, amelyek le vannak fektetve a könyvben, azokhoz az értékekhez nagyon jól lehet alkalmazkodni, nagyon jól lehet rájuk támaszkodni, viszont a szubjektív tényezőt azért bele kell venni egy picit. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videót, nézzétek meg esetleg a többi feltöltött anyagot is, ha bármilyen kérdés, ötlet, felvetés lenne, akkor azt szívesen fogadom. További szép napot nektek, a forszázs legyen veletek!